nem ciki hibázni. Ez az üzenete és mottoja annak a nyelviskolának, ahol diszlexiásoknak is tartanak nyelvoktatást, így garantált a sikerélmény azoknak is, akik akár nehezebben vagy kevesebb kedvel és ilyen problémával kezdik el az oktatást. Ebben a témában beszélgetünk Gelis Nórával. Szia! Sziasztok! Szervusz, Nóra! Ugye a diszlexiával kapcsolatban az embereknek nagyon sok tévhit kering a fejükben. Kicsit tegyük ezeket a tévhiteket rendbe, tisztába, és kérlek egyet-kettőt, ami ilyen nagyon kimagasló tévhit, azt emeld is ki nekünk, kérlek. Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Először is érdemes tisztázni, hogy a diszlexia az nem betegség, nem fogyatékosság. Ez egy tanulási zavar, az idegrendszer egy bizonyos részének a zavara. Gyakorlatilag inkább csak egy különbözőség, amikor az ember szembe találkozik az írás-olvasással, főként ezzel a két területtel, akkor az agy, a diszlexiás agya egészen más módszerrel hívja be az információt. Tehát ez egy nagyon fontos tévhit, nem betegség, ezért nem is gyógyítható különben, de nem is szükséges, ezzel együtt lehet élni, és a jó hír, hogy ezen lehet úgymond javítani, segíteni különböző módszerekkel. Ami érdekesség, hogy nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, a gyerekek között 30%-uk diagnosztizált diszlexiával. Ugye őket szűrik egyébként már az óvoda legvégén az iskola érettségi vizsgálatoknál, tehát jó eséllyel ez mondjuk kibukik. De ha netán elsiklik egyébként, akkor majd később az iskolarendszerben ezzel szembe találja magát. Viszont, hogy valami pozitívra is kiélezzük a dolgot, számos esetben a diszlexiával bíró emberek kifejezetten magas intelligencia hányoddal rendelkeznek, tehát magas IQ-juk van. Rendkívül kreatívak, fantáziában gazdagok, sok közöttük a művész különben, és ami még érdekes, hogy struktúrákban nagyon jól gondolkodnak, tehát nagyon jó probléma megoldók, jó a logikájuk. Hogy híres embereket egyébként említsek, tényleg csak a legnagyobbakat, Einstein diszlexiás volt, vagy Agatha Christie a híres író, vagy például Spielberg is ilyen. Ha a nyelvtanulást nézzük, akkor milyen nehézségekkel küzdenek meg a diszlexiások? Hát ugye alapvetően technikailag ugye a betűkeverés, a sorrendiség, tehát a nagyon hasonló alakú betűket, a P, B, D, ezeket mindenképpen keverik. Ezeken is lehet segíteni színek használatával egyébként többnyire, illetve például nagyon nehezen olvassák a fehér lapról a fekete betűket, tehát a kontrasztot nem jól tűrik, ilyenkor kell mondjuk nem fehér papíron adni nekik a feladatokat, vagy pedig hallás után is lehet nehézségük, ki ilyen, ki olyan, tehát nem egyforma két ember. De nem elhanyagolható probléma a lelki trauma, amit az életük során ugye tapasztalnak már kisiskolás korban. Állandó tanulással való küzdés, és ez ugye stresszt okoz, szorongást, de stresszt felnőttként is tartja, mert ugye nem beszél idegen nyelven, dolgozik egy munkahelyen, ma már azért mindenhol ott van az idegen nyelv, be kell ülnie valahova egy meetingre, és nem tudok idegen nyelven, tehát ezek mind stressz források. Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor már egy-két speciális módszert így elrejtettél a mondandódban. Mik a legfontosabb módszerek még ezeken az előbb említetteken kívül, amikkel lehet segíteni? Igen, ugye? Mindenképpen úgy kell hozzájuk nyúlni, hogy van egy úgynevezett multiszenzoros módszer, nevében is benne van, hogy többszörös. Tehát egyszerre egy információ bevitelekor több érzékszervet kell belevinni, minél több érzékszervet a tanulásba. Tehát nem csak olvasok valamit némán, hanem hangosan felolvasom, nem csak leírom, hanem még, ha lehetőség van rá, belevinni a tapintást és a mozgást is. Ez azt jelenti, hogy majdnem, hogy élmény alapú a tanítás? Mindenképpen annak kell lennie, ez függetlenül attól, hogy diszlexiás szerintem, tehát tanulni szeretettel kell, tehát szívesen üljek le a könyv fölé, szívesen járjak órára, ez szerintem a legfontosabb. Talán, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a nem diszlexiások is sokkal könnyebben tanulhatnak így, viszont ugye nem csak gyerekkorban, hanem akár felnőtt korban is kialakulhat a diszlexia, illetve diszgráfia. Ilyenkor mi a teendő a felnőtteknél, mennyire más ez a módszer?
Hát egyrészt, hogy említetted a diszgráfiát, azért kutatások bizonyítják, hogy a diszlexia nagyon sok esetben diszgráfiával párosul. Tehát a diszgráfia ugye az írás készségnek a zavara. Tehát itt már egy kicsit azért halmozottan jelentkeznek a problémák. Felnőttekhez körülbelül hasonló módszerekkel, tehát felnőtteket hasonló módszerekkel lehet és kell is tanítani, de nem úgy kell elképzelni mondjuk egy tanórát, hogy játszunk, mert játékosan kell egyébként, hanem tehát nem gyerekesen csináljuk ezt. Most mondok rá példát, például szókártyákat használunk, színes memórialapokat, például feláll a diák maga a táblához, és színes filccel ír rá a maga betűtípusával, a maga nagybetűivel, ők szeretik a nagybetűket egyébként, a nagy sortávolságokat, a letisztult vonalakat. Sokszor játsszuk el például, ha olyan a téma, éttermes. Kimegyünk, főzünk egy kávét együtt, ott jönnek a szavak. Előtte leírtuk a szavakat, kimondtuk, és akkor utána még ugye megfogom azt a csészét, mondjuk kávét főzünk, forró vizet teszek bele, jönnek a szavak, jönnek, és a memóriájába ezáltal, mivel ugye több érzékszervet tettünk bele, sokkal jobban megragad. Beszéltünk most a módszerekről, meg úgy általában ugye a nyelvtanulásról, de még nem beszéltünk magáról a nyelvről, amit adott esetben te például ajánlasz, hogy az angol legyen az, ami leginkább segít. Miért pont az angol? Hát ez az én véleményem. Azért azt hozzátenném, a statisztika a német mellett... Hát a te véleményedre vagyunk kíváncsiak, azért ülsz itt. Szóval a statisztika a német mellett teszi le a voksát. Én mind a kettőt tanítom egyébként. Hát a németben... hogy mondjam, nagyon hosszú szavak vannak, olyan, mint a magyar nyelv összetett szavakkal gazdálkodik. Tehát ilyen végtelen hosszúságú szavak, SCH és társulata hangok, amik akár három betűből álló egy darab hangot kell megtalálni. Érdekessége egyébként a diszlexiásoknak, és tényleg küzdenek vele, ugye a felolvasással, nem szeretnek felolvasni, hangosan olvasni, és hogyha rosszul olvasnak, fölök ezt nem is érzékelik, nem tudnak róla, a rosszul leírja sem tud róla. Ilyenkor nyilván az ember kijavítja, és másképp, más módszerrel próbálja megjegyeztetni a diákkal, de én az angol mellett azért tenném le talán a voksomat, mert tényleg mindenhol az angolba ütközünk. Tehát egyszerűen véleményem szerint egy kódnyelvé vált az angol. Angolul lassan hát illik tudni egy kicsit legalább. És akkor ugye talán kiegészíti ezt a plusz önbizalom faktort is, amiről az elején beszélgettünk. Hát hogy... igen, én azt tapasztalom, hogy jönnek hozzám felnőttek, és tényleg a munkájuk során muszáj, hogy valamilyen idegen nyelven megnyilvánuljanak, vagy egyszerűen csak olyan környezetben vannak. És úgy ott állni, hogy én nem értek semmit, vagy nem tudok reagálni egy-egy kérdésre, az hihetetlen stresszfaktor. Viszont azt gondolom, hogy most mindenkinek bátorságot adtunk a nyelvtanuláshoz, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Nóri, hogy itt voltál velünk.